A horgászás az elmúlt évtizedekben versenysporttá nőtte ki magát Tolna megyében is. A legismertebb és legnagyobb egyesület az Atomerőmű Horgász Egyesület, világversenyekre kijutó és ott csapatszinten világbajnoki címet is szerző magyar válogatottakat nevelt ki. Az ügy elkötelezett megyei szövetségi felelőse Fotyék János, aki egyéb iránt az Atomos Horgász Egyesület vezetőségi tagja is, megkeresésünkre elmondta, bizony kiment egy nagy generáció, mostanság az utódok felkutatása zajlik, ami nem egyszerű történet, hiszen több okból is egyre kevesebben vállalják a versenysport horgászattal járó elfoglaltságot, kötelezettséget és nem utolsó sorban a költségeket. Ugye ez nagyon személyfüggő, kell hozzá egy elkötelezett szülő, kell hozzá egy elkötelezett gyerek, illetve nem baj, ha van az iskolában egy elkötelezett pedagógus, főleg nem baj, hogyha van olyan, aki ért is ehhez a fajta versenysporthoz. A hagyományos nagy egyesületek jártak ebben élen, többek között a Dombóvári Sporthorgász Egyesület adott utánpótlás válogatottat, a Nagydorogi Horgász Egyesület női válogatottat, a Paksi Sport, illetve a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület pedig utánpótlás, illetve felnőtt és női válogatottakat az országos nemzetközi mezőnybe. Ha sikerül megtalálni az érzelmileg is elkötelezett tehetségeket, nyomasztó gondként jelentkezik a megfelelő felszereléshez szükséges anyagiak előteremtése az érintett egyéneknél és az egyesületek számára is. Egy jó minőségű versenyfelszerelés az 7 számjegyű összeg. Van olyan versenyző, aki tudja segíteni, tudja támogatni nem csak felszerelésben, hanem inkább tudásban azt a fiatalt, akiben lát fantáziát. A nemzetközi szintű eredmények eléréséhez ma már nem elég annyit úgymond edzeni, készülni, versenyezni, mint 10-15 évvel ezelőtt. Annyira fejlődött a nemzetközi szintű versenysport, hogy aki éves szinten nem tud legalább 200-250 napot horgászni, és legalább 6-8 hónapot versenyezni, az egyszerűen nem tud megmaradni, nemhogy a nemzetközi, de a hazai élvonalban sem. A tehetségkutatás a már említett nem kedvező körülmények ellenére is folyamatos a megyében. Ezen a téren a szövetség elnöke Szakács Szabolcs felettébb elkötelezett. Jelzésértékű, hogy a nyári tábort most is megtartották Tolna megyében, és immáron egy évtizede létezik az iskolák közötti horgászverseny, a Sulikupa, amely az ismert okok miatt az idén elmaradt. De szinte garantáltan folytatódik ez a versenysorozat.